Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, és egy rendhagyó karanténnal jelentkezünk most, mert annyiszor megígértem már, hogy a kis fejhatározót összehozzuk, és itt van az idő. Hát tovább nem lehet húzni, mert lesz itt hombárfej, pecsenyefej, kocsonyafej, jávorszarvasfej, minden, amit szeretnétek, úgyhogy csapjunk is bele, tartsatok most is velünk! Biztos nagyon sokan emlékeztek még arra, hogy szegény, megboldogult Pesti TV-n péntek este a karantén vlogban rengeteget hűltünk Dezső Balázsra és Szalai Szilárdra, valamint mindig az aktuális vendéggel, és bizony ott előjöttek azok a részletek, amikor a szerencsétlen magyar baloldalnak a kis fura fejeit hoztam elő. Dezső Balázs és Szalai Szilárd is tulajdonképpen rám szólt, hogy csináljuk már meg ezt a kis fejhatározót, úgyhogy tényleg itt vagyunk, és gyűjtöttünk nektek néhányat. És ki mással is kezdhetnénk, mint Márki-Zay Péterrel, azaz a hombárfejjel. Amerikában van egy olyan mondás, hogy ha azt úgy tartja, ugye a Fideszre mondtam én ezt, hogy a Fidesz úgy tartja a választóit, mint a gombákat, sötétben tartja őket és trágyával eteti. Ez itt gomba. Egy pszichedelikus drog. Fura dolgokat látsz tőle, és utána pár óráig boldog leszel. Így tartják a gombát egyébként, hát önök biztos tudják, hogy gombát így kell terészteni. Na most az természetesen nem a választókat minősíti, hanem a Fideszt. Én nem azt mondtam, hogy a választó gombák, én azt mondtam, hogy a Fidesz a választókat gombának nézi, hülyének nézi, valljuk be. Hát a hölgy, amit elmondott, az a legszebb bizonyíték annak, hogy mi vidékiek nem vagyunk ostobák. Most nyilván én, ez ugyanaz, mint hogyha engem azt mondanák, hogy én a férfiakat támadtam, vagy a nem tudom, vidékieket támadtam, mert miért támadtam volna a vidékieket, amikor vidéki vagyok? Ha még egyszer beszólsz, protkóval dalolsz. Ugye ezek a régi szép idők, de még most se fejezte be a kreténkedést, hát látjátok, hogy nap mint nap ír, beszél, oda megy, csak éppen senkinek nem kell, na de tud ő ilyet is. Én Vásárhely polgármestereként semmiképpen nem mondok nevet, és az elmúlt 4 évben sem mondtam soha. Nemet hasonló megkeresésre. Buzi vagy? Hm? Kizárólag őszintén, becsületesen, tisztességgel, korrupciómentesen, csak a város érdekében, bárkivel hajlandó vagyok beszélni, még olyanokkal is, akit esetleg korrupt bűnözőnek tartok. Tehát ezért mondtam korábban is azt, hogy én akár Orbán Viktorral is nagyon szívesen beszélek, ez nem azt jelenti, hogy demokrácia van Magyarországon, én azt sem mondanám, hogy egy demokráciában Orbán Viktor családjának számos tagja vagy fideszes politikusok jelentős része nem éppen egy börtönben ülne. Húzz a faszba! Ettől függetlenül, hogyha a várost tudjuk segíteni, akkor nekem polgármesterként ez kötelességem megtenni, magánemberként és politikusként pedig a jövőben is el fogom mondani, hogyha valami tisztességtelen, vagy ha valahol valaki gazemberséget követel, lop, csal, hazudik. Most már, hogy ezt az április 3-i választási projektünket lezártuk, ezt egy picivel szabadabban fogom én is megtenni, hiszen most nem az összefogás a legfontosabb, hanem egy hitles alternatíva, fölmutatása. Du, meine Arbeit für Richtigkeit. Hát most már Márki-Zayból elég is, úgyhogy menjünk tovább a magyar baloldal egyik üstökösével, vagy inkább kalapácsával, vagy üllőjével, valami óriási nagy furkóval, a pecsenyefejű Komjáti Imrével, aki mindig ott van, ahol valami balhét, tahóságot lehet csinálni, hiszen előfordulási helye minden prolitanya. Kubotov listákkal, kopasz verő emberekkel, külföldről behozott idegenekkel, megzsarolt, szegény, sorsú emberekkel próbálta befolyásolni a választásokat. Éppen ezért az ellenzéki pártoknak sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy megakadályozzuk a Fidesz tömeges választási csalásait. Hogy az a Balaton berényben napvilágot látott, sikoltozásokba öltöztetett, ködmönbe bújtatott, részhasú, nagyfejű, szultán udvarát megjárt, csőszkunyhóban elrejtett, pikkelypáncélt hordó, fafogú részfűrésszel megsebzett, bronztérdű, repetsarkú, büdös szájú, ritkafogú, csempeszobában felneveltetett, mocskos, tetves, rabló! A teljes ellenzéki összefogás, a közös miniszterelnök, a közös lista uram mellett meg kell tennünk mindent azért, hogy ezeket a választási csalásokat megakadályozzuk. A mohácsi időközi választás is megmutatta azt, hogy a Fidesz nem tud becsületesen játszani, a Fidesz nem tud tisztességgel részt venni egy választáson. 2010 óta a magyar választások csak korlátozottan voltak szabadok. Kedves, inkompetens, seggfej. Jó nagy állat, igaz? És lehet, hogy nem a szoborra gondoltam.
Na de a leláncolt Prométheus, és ahogy még szokta saját magát neveztetni, a szegény, leharcolt Komjátimi nem állít meg. Emlékeztek, mennyi hülyeséget csinált? Hát nézzünk meg még tőle is valamit, úgy igazságos. Valóban van egy erős félelem, ugyanis ha megnézzük, akkor 2010 óta folyamatosan az az üzenet, hogy kussolj. Szó szerint. Ha kinyitod a szádat, repülsz. Ha kinyitod a szádat, nem lesz munkahelyed. Tudom, hogy nehéz egy politikai pártnak ezt elmondani, mert az lehet az eredménye, hogy akkor, hát ha ti is ezt mondjátok, akkor félni kell. Mi aló faszról hadovász itt? De számtalanszor elmondtuk, hogy pontosan a nem félés lehet ebből a kiút. A nem félés. A nem félés. Kapd be a méteres kékeres, te senki házit, Roger! Különlegesen remek emberrel folytatjuk, az oposszum fejű Furkóval, azaz Kórós Lajossal, és tőle egyszerűen 10 logot is meg tudunk tölteni a hülyeségeivel. Úgyhogy nézzük valami apróságot, aztán szerintem még belecsapunk egy kicsit. Néhány órával ezelőtt látott napvilágot a KSH legfrissebb inflációs adata. Ebből kiderül, hogy lényegesen magasabb infláció annál, mint amire számított nagyon sok szakember. Egy nagyon szomorú tényt is közölnöm kell önökkel. Durván 100 000, 100-105 ezer idős honfitársunk már ezt a novemberi kompenzációt nem fogja megkapni. Ugyanis el fognak halálozni. Visszük a hullákat! Hozzátok a halottakat! Itt egy 9 penny. Nem vagyok halott! Mit mond? Semmit, itt a pénz. Nem vagyok halott. Nem akarok a traligára kerülni. Mit kényeskedsz, mint egy gyerek? Sajnálom, nem visz. Tudaj, jól vagyok. Ennyit igazán megtehetnél? Nem lehet. Akkor várj egy percet, mindjárt kinyúlik. És ezeknek az embereknek most lett volna szükségük példának okáért a segítségre. Mondtam én, hogy különlegesen okos emberről van szó. Opasszumfejű barátunk, vagy szopótgombócfejű, tök mindegy, hogy hívjuk, megint megvillan. Mindig nyomja a szerszámkészítőmester. És persze, hogy okos az ilyen arc, mert nem véletlenül csinál valaki olyat, hogy egy 2016-os egészségügyi statisztikát Covid statisztikának mond. És akkor még ne feledkezzünk el Atináról sem, arról a remek áll ápolóról, aki pont kórosmestert verte át. Aki? Hihetetlen nagy hergelés csapott megint a társadalommal. Úgyhogy Lajoskától lehetne még valamit a szerszámkészítő mestertől, úgyhogy azt gondolom, hogy találunk is. Ezt nézzétek még meg, aztán persze tovább repülünk, mert egy ilyen Furkóval nem lehet eltölteni az egész időt. Nekem megadatott, hogy megismerkedhettem azzal a egészségügyi dolgozóval, aki főállásban mentőtiszt. Ez a nagyszerű asszony azon túl, hogy főállásban mentőtiszt, hospice ellátásban segítkezik. 43 éve, hogy mentősként dolgozom. Hát ez meg ki a büdös picsa. Vasárnap délután került fel a videó az MSZP oldalára, meg a sajátjára is. Ma délután már el is tűnt. Hogyha minden rendben van a videóval, akkor miért vették le? A videóval az égvilágon semmi baj nincs. Ott hiteles történetek vannak. Nézd, egy dolgot nem kalkuláltunk be, valószínű ez, hogy az OMS-nek az érzékenységét, és nem akarunk senkit sem megbántani. Két megátalkodott a betegebb abortusz maradékot még nem hordott a hátán ez a kibaszott tetűföld. Én mondom, ez a két szájba baszott geci a példa, mennyire beteg és kurva ez a rendszer. Mi bizony nagy vadra megyünk, és ismét fogás van. A hód fejű Barkóczi Balázs. A hód Európa legnagyobb méretű rágcsálója, legfőbb ismertető jelen nagy metszőfoga, amelynek segítségével akár hatalmas fák törzsét is képes átrágni. A DK hasbeszélője, aki úgy idomul Gyurcsányhoz, hogy rezzenéstelen arccal simán belehazudik a képünkbe, és természetesen hergel. Na, az ő élőhelye az a 15. kerület és környéke jelenleg, de ha baseballütőkkel bárhol megjelenik, ahol proliskodni lehet. Nézzünk meg tőle is valamit. A Demokratikus Koalíció szerint egyértelmű, hogy a tisztességes magyar családok százezreinek kell az Orbán kormány elhibázott gazdaságpolitikájának a következményeit viselni az ünnepi időszak alatt is. Orbánék a rekordmagas inflációval ugyanis elérték, hogy ma már luxuscikknek számít egy karácsonyfa megvásárlása, és a karácsony kedvenc édességéért, a szaloncukorért is 15-20%-kal többet kell majd fizetniük a magyar embereknek a boltokban, mint tették azt egy évvel ezelőtt.
A DK szerint felháborító, hogy a kormány tétlenül nézi, ahogy az általuk okozott gyenge forint és a folyamatos drágulás már a legszentebb ünnepünket is veszélybe sodorta. Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni. A kormány miután cserbenhagyta a magyar embereket a koronavírus járvány alatt, most az egyébként is nehéz ünnepi időszakban sem foglalkozik velük. Ez nem maradhat természetesen következmények nélkül, Orbánéknak ez lesz az utolsó karácsonyuk kormányon. Jövő áprilisban egyszer és mindenkorra véget fogunk vetni a magyar embereket kizsákmányoló, az életünket minden területen megkeserítő politikának. Ennél aljasabb, gonoszabb, rossz indulatú rágcsálót még nem láttál. Ugye, hogy ti is úgy vagytok azzal, hogy ha valaki garázdaságért elítélnek, akkor ne beszéljen annyit a rendről, meg arról, hogy hogyan lehet mindent nagyon szépen, fegyelmezetten megcsinálni, hanem maradjon egy picit csöndben, főleg, hogyha hazudni kell. Hazudni pedig Barkóczi minden nap tud. Elég, hogyha rámentek a DK Facebook oldalára is, ha alacsony a vérnyomásotok, akkor ilyen és hasonló finomságokkal tudjátok a remek szintre felemelni. A demokratikus koalíció szerint Orbán Viktor végleg elveszítette a kapcsolatát a valósággal. Ezt a szégyen, édes Istenem! A valóság ugyanis az, hogy Orbán Viktor a választás előtt fűt, fát hazudott az országnak, majd a választás után brutális megszorító csomagot vetett ki. Adókat emelt, egymás után jelentette be a húsba vágó megszorításokat, eltörölte a katás adózást és rezsdiemelésbe kezdett, az áramárát megduplázta, a gázárát pedig a hétszeresére emelte. Ne hagyjuk magunkat átverni, a rezsicsökkentésnek vége, Orbán Viktor kormányprogramját ezután rezsiemelésnek hívják. Te hülye vagy, bazd meg! Ha már beszéltünk a honbárfejű Márki-Zairól, akkor miért ne idézhetnénk fel régi Sancho panzáját, mert azóta ám ők is összevesztek, ilyen ez a baloldal, aki nem más, mint a feleséges henceg gyagyás Tódia. Mit csinál az az akármi a torony tetején? Ahogy én látom, semmit, feleséges hencegem. Jó, Kész Zolika. Mi az a teljesítmény, amire azt tudja mondani, hogy érdemes mögé beállni, mert rátok sem hozok szégyent? Hát nagyon sokáig tudnánk erről beszélni, én úgy gondolom. Tehát sokan gondolom. Azt mondták, hogy független jelöltként az embernek nem lehetnek esélye a parlamentben, nem így van. És ezt az elmúlt 3 évben megmutattam, hogy amíg az Orbán kormánya az emberek kifosztásával foglalkozott, én azzal, hogy az emberek apró cseprői dolgait megoldjam, és nem csak az apró cseprői dolgokat, hanem akár a nagyobbakat is. Mi az, amivel a legtöbbet kellett küzdenie? Hát a legtöbbet én azt gondolom, hogy nem is a pártokkal, nem is az emberekkel, hanem ahogy én szoktam mondani, a mi legnagyobb ellenfelünk az nem a Fidesz, hanem a reménytelenség. És meg tudtuk mutatni az elmúlt 3 évben az embereknek, hogy van remény. Hoho! Tudjátok, hogy Gyagyás Tóddi okos is, felkészült, és mindent tud a világról. Legalábbis Márki-Zay ezt mondta, azért álltok aztán ennyire jól. Nézzétek meg, milyen jól beszél a fiú. Itt vagyunk a budapesti repülőtéren, és most indulunk Kész Zoltánnal Varsóba. Zoltán. Ahogy mondja. Találkozunk jó néhány emberrel, de Zoltánra bízom, aki leszervezte ezeket a találkozókat. Zoltán, légy szíves, számolj be nekünk néhány találkozóról. No, hát elsősorban a mai nap találkozunk Simon a... Hidrán akartam mondani Holovnyával, aki a 2020-as elnökválasztáson is indult ugye Lengyelországban. Utána a varsói főpolgármesterrel találkozunk, aki holnap majd Washingtonban fog arról beszélni a V4-es polgármestereknek a konferenciájának szenátusi meghallgatáson, hogy mi a régiónkban a helyzet. Lesz egy találkozónk Radoslav Sikorskival, aki volt lengyel külügyminiszter. Ez egy hülye. Mi egy olyan Európáról szeretnénk beszélgetni Donald Tusk-kal, ami nem keletre megy, hanem igenis nyugatra, ahol a demokratikus értékek a mérvadóak, és nem a putini meg a kínai értékek. Viszonylag könnyen megúsztuk. Ő hál' Istennek boldog részeg volt. Általában agresszívak, és egyre többen vannak. Na hát nagyon szépen köszönöm ezt a rövid összefoglalót. Krumpli fejű leszopja a másikat, hát nem hiszem el. A bal oldalon nagyon-nagyon sokan egyszerűen utálják a magyarokat, a saját nemzetüket. És inkább globalisták, internacionalisták. Na ilyen a goblin fejű Dorosz Dávid, aki még főpolgármester helyettes is volt, de hát ugye dolgozni nem szeretett. Még Karigeriék is kirúgták. Nézzétek ezt a remek embert. És ne röhögjetek a hangján, arról nem tehet. Ne tévedjünk! Ez nem csak Gödről szól. Ez nem csak Gödről, Dunakesziről és a környékről szól, hanem ez egy tommese.
egy olyan tanmese, hogy mihez vezet az, amikor a Fidesz elárulja a magyar emberek nyugalmát, a magyar emberek munkavállalói jogait, a magyar emberek egészséghez és a magyar emberek élhető környezethez való jogát. Vízminőség, levegőszennyezés, iparűzési adónak az elvétele a helyi emberektől. Ezek mind olyan problémák, amelyek tökéletesen mutatják szinte tablószerűen azt, hogy a Fidesz hogyan árulja el a magyar embereket, és hogyan szolgálja ki a multinacionális nagyvállalatokat. Hol a faszba kukászod ezt a két idiótát? Zöld és igazságos Magyarországot fogunk építeni. Olyan Magyarországot, ahol mindenkinek joga van ahhoz, hogy egészségben és nyugalmas környezetben éljen és nevelje fel a gyerekeit. Egy olyan Magyarországot, ahol a dolgozóknak valódi, elvehetetlen és az állam által ellenőrzött jogok járnak. És olyan munkafeltételek, amelyek megvédik őket és amelyek egy európai élethez biztosítanak alapok. Egy semmire kellő komcsi, egy kergekóros New York-i zsidó kommunista értelmiségi. Persze, eszem ágában sincs befeketíteni. Az emberek nagy barátja, a goblinfejű Dorosz Dávid természetesen olyan arcokkal veszi körbe magát, akikre büszke lehet, akik az egyenlőség és a hogy mondják ezt, a nagy elfogadásnak a mesterei. Nézzétek meg ezt az arcot! Orbán Viktor egy geopolitikai játszmában árusítja ki Magyarországot. Viszont az a baj, hogy ezen a játszótéren sokkal izmosabb fiúk vannak, mint Orbán Viktor. Nem találom mókásnak ezt a madárijesztőt. Szolgálhatok új viccekkel. És éppen ezért ügyködésének az árát a 99% a magyar emberek fogják megfizetni. Ők fogják megfizetni azzal, hogy fejenként több százezer forintot vesznek ki a zsebükből, és több tíz évre eladósítják minden magyar embert, és minden magyar ember fogja évtizedekig nyakni ezeknek az előnytelen, kizsigerelő, az országot kiárosító szerződéseknek a kárát. És ezzel szemben az előnyeit pedig az 1%, a fideszes 1% Orbán Viktor és haveri köre fogja élvezni. Te alattomos kétszínű mocsoktúró patkány! Tudnánk még folytatni ezt a furkósort, szerintem igény is lenne rá. És tudjátok mit? Fogjuk is folytatni. Mert hogy ez volt a kis fejhatározó 1, jövő héten pedig jövünk a 2-es csapattal, ugyanúgy szép válogatott társaság lesznek. Vigyázzatok magatokra, jövő héten találkozunk. Sziasztok!